Impossible puzzle kirakás 13. rész felvétel. Jaj, kezdjem azzal. Már rájöttem, hogy ez mi hová való. Ez ide. És így megvan. Szereztem be néhány nagy darab nyakkörvet, hogy minél hamarabb ki tudjam rakni. És ez ide passzol. Aztán, hogy mi passzol még? Hogyha sikerült a piros nyakörveket ki jó helyre rakni, akkor arra kell utána rájönnöm, hogy hová tartoznak, hogy aztán még több kirakót vegyek ki. Elsősorban ez ide passzol. Biztos, hogy ide ez marad itt. Hát ez nem tudom pontosan, hogy passzol-e valahova. Nem, így nem passzolhat. Ja, igen. Ezt így kell beilleszteni, így, hogy így most már ez is megfelelő helyen van, mint ahogy ez is. Ez így összeillik. Ezt meg azt tudom illeszteni ide. Igen, itt is van egy négyes. Jó, akkor most leteszem. És most megkeresem, hogy hová passzolhatnak. Ezek jó össze kell rakni itten. Például ez ide való. Ez biztos, hogy ide. Úgyhogy ez marad itt. Igaztán. Hát ez nem tudom, hogy ide passzol-e. Várj csak! Ez ide való! Látjátok? Már így már megvan gyötös. De az a kérdés, hogy ilyen méretben, hogy hová tudunk passzolni. A fölülről biztos, hogy nem.
Dano, Rizgufej, igen, ez középet való Pongóhoz közel, Pongó közességében, de itt valahol, itt valahol lefelé kell, valahol ide. Valahol itt. Várjál! Itt talán van, passzolhatna. Ez igen, ez ide való. Most még egy valami találtam, ami passzolhat ide. Ez biztos, hogy így való ide. Nem, így nem jó. Ah, ja, igen, ez ide passzol. Na, most már jól néz ki. Egy hármas megtaláltam. Igen, ez... Várjál! A felső rész... Nem áll. Közel kell venni valamelyikhez, mondjuk ide. Nem ennek valahol ide kell passzolnia, tehát ez most összeig ez a két nyakörv. Így megvan az első rész. Na nem áll.
Hát igen, ez egy világos kék szín. De ez valamelyik lehet. A nyelvet nézzük, hogy melyik hová passzol. Á, már tudom, ez valahol ide. Körülbelül itt. Ez ide passzol. Várjál! Ez nem oda való. Hát ez nem hiszem, hogy passzol valamelyikhez. Igen, ez ide passzol. Ennek bizony egy kicsit közepén kéne lennie. Igen, eznek ott kell maradni. Na, ez sem tud passzolni bele. Így van egy fül, ami ketté töri az egészet. Ide sem tud passzolni.
ilyen gondosan itt is marad. Nagy fű, utána még egy piros szín. Ez valahol ide. Ájá, talán egyet be tudok írni valóban. Ja, igen, már meg is van. Az egyiknek itt fölfelé kellene lennie valahol itt. Egy kisebbet. Ezek valahol itt kéne passzolnia. Várjál! Most esetleg valami. De nem tudom, hogy van-e olyan. Igen, hát persze! Ez ide passzol! Az jöttök! Most már így néz ki. Még valahol errefelé kéne lennie, még egy kicsit félre kell tenni. De kisebb nyakörv is van. Várjál! Itt van valami. A pöttyékből látva, ez közel van Pongóhoz. Valahol ide kell tenni. De azt egy kicsit balrább. Vissza ide. Nem, ez nem oda való.
Az ott van, igen, az ott van, az ott most marad. Még valami más is észre kell venni itten. De majd melyik résznél? Ott. Megint csak így ilyen is benne levő. Megint melyikhez passzolt. Itt van egy mosoly. Várjál! Van közelben egy szem. Tehát ez valahol fölvelé tartozik. Igen, ez ide passzol, meg... Már találtam is egyet, ami passzolhat ide. És most pontosan így néz ki. Na, az jó. Ez pontosan ide való. De még résznél.
Hát ez nem igaz, nem tudok rájönni. Hát, azt hiszem, itt az ideje, hogy újabb darabokat keressék ki. Ez szerintem már így is jól néz ki. Ez idevaló, hogy el nem ütem már korábban, igen. Itt van egy újabb egyező rész. Mert így nem jöttem rá, hihetetlen. Várját, van valami. Szép, hogy nem ide passzol. Várjál csak, még itt is tudna passzolni valami, hogyha itt is én megnézem. Hogy is, de mondjuk egy kék színnel. Utána megtalálhatnám azt, hogy keresik. Ide való. Akkor ez is beposztol, jó van akkor. Most meg akkor mondjuk úgy, hogy kiraktam a nyakkörvek nagy részét. Így. Így most már haladtam valamennyit. Úgyhogy adok majd hozzá néhányat. Mondjuk majd mondjuk a mancsot vagy a két nyakkörvet. Úgyhogy eddig is sziasztok.